Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegyük fel, hogy szembe jön veled egy krokodil. Mi fog történni? Egyértelmű, menekülsz. Tisztában vagy azzal, hogy a krokodil az veszélyes. A sárkányok születése pusztán annyiban különbözik, hogy régen nem voltak állatkertek. Tehát kézenfogható információ hiányában az egyszerű ember fogta magát és életre keltette a képzeletét. Adott nekünk legalább három állat, a kígyó, a komodói varánusz, illetve a krokodil. Ezek az állatok régen sokkal elterjedtebbek voltak, mint manapság. Sokkal nagyobb esély volt arra, hogy valaki találkozzon velük, és egy kis alkohol, vagy csak szimplán a halálfélelem következtében, mondjuk a kígyóra rakjon néhány szárnyat. A legelső sárkányok kérdés az egy kényes téma. Az első sárkányok szülőhelyét lehetetlen pontosan megmondani, szóval Mezopotámia és Kína, tehát nem vagy-vagy, hanem és. A kínai és mezopotámiai sárkánykultusz időszámításunk előtt durván 2500-ban már létezik. Magyarul az első sárkányok idősebbek, mint a gízai piramisok. Itt felmerülhet a kérdés, hogy de hát mi a helyzet Egyiptommal? Mindjárt elmondom. Mi az, hogy sárkány? Feltételezem, hogy itt most valami nagyon pontos definíciót vársz, viszont az a nagy helyzet, hogy ahány ország, annyiféle sárkány. Azonban az egyszerűség kedvéért muszáj lesz őket kategorizálni. Egyezzünk meg abban, hogy van keleti, meg van nyugati sárkány. A keleti, pontosabban a távol-keleti sárkány az a nyugati, tökéletes reciproka. A kínai sárkány nemes, mondhatni isteni lény, akit a kínai emberek olyan szinten tisztelnek, hogy az egyik szent állatuknak választották. A klasszikus kínai sárkány az roppant izgalmas, ugyanis a kész halmaz állapotát 9 részegység alkotja. Megtalálható benne a teve vagy ló feje, a szarvas agancsa, a démon szeme, a kígyó nyaka, a kagyló esetleg csiga hasa, a ponty pikkelye, a sas karma, a tigris lába, illetve a tehén füle. Egy szelíd és jóságos lényről beszélünk, aminek az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy uralmában tartja az időjárást. A kínai emberek elgondolása szerint az 5 őselem az 5 különböző sárkány. A sárkány dönti el például azt, hogy mikor fog esni, mikor lesz vihar, vagy rosszabb esetben cunami. A közmondásuk úgy tartja, hogy amikor esik, a föld egyesül a sárkánnyal. A szóban forgó sárkány neve egyébként Lung. Minden egyes kínai császárról úgy tartották, hogy egy sárkány leszármazottja. A császárok trónját sárkánytrónnak nevezték, továbbá a kínai zászlót egészen 1911-ig sárkánnyal díszítették. Itt még sorolhatnék millió egy vonatkoztatást, de érted, hogy mi a lényeg. A mezopotámiai mitológiában úgy szintén megtalálható egy sárkány prototípus, aminek a neve Tiamat. Na most, Tiamat az egy piszok nagy kígyó, és durván időszámításunk előtt 2300-ban jelenik meg először. Ez nagyon lényeges, ugyanis ha átugrunk Egyiptomba, nekik is van egy saját elősárkányuk. Az egyiptomi sárkány Apep, avagy közismertebb nevén Apophis. Apophist először a középbirodalom időszakában említik, ami durván időszámításunk előtt 2100-ban kezdődött. A mezopotámiai és egyiptomi protosárkányok közötti összefüggés nem csak annyi, hogy majdnem ugyanakkor keletkeztek, és nem csak annyi, hogy mind a kettő egy hatalmas kígyó. Tiamat egyetlen célja az, hogy a világot elemészze a káosz. Ki nem találod, Apophis célja pontosan ugyanez. Tehát összegezve, Tiamat és Apophis alkotják azt a sárkány elődöt, amiből majd szépen lassan megszületik Jörmungand, Fafnir, Ankalagon, Smaug, Drogon, meg a többiek. Az első sárkányok minden esetben hatalmas kígyók, amik túlnyomó többségben a vízben éltek. Ezek a káosz kígyók a görögöket is lenyűgözték. Eltelik vagy 600 év. Időszámításunk előtt 800-ban megtörténik egy mai napig rendkívül jeles esemény. Homérosz befejezi az Iliászt. Az Iliász története az plusz-minusz az időszámításunk előtti 13. században játszódik, csak ugye 800-ban vetette papírra. És ha azt kérdeznéd, hogy mi köze van az Iliásznak a sárkányokhoz? Kékes acélból 10 csík volt beleverve a vérbe, közte 12 színaranyból, 20 pedig ónból. 3 acélsárkány tekerőzött föl nyaka mentén két oldalt, és éppen olyan volt, mint a szivárvány,
amit jelként a halandóknak felhőre szögez Zeus. A görögöknek köszönhetünk egy rendkívül ikonikus szót, ami úgy hangzik drakon, aminek a jelentése kígyó vagy sárkánykígyó. Ne felejtsük el, hogy a görögök is rendelkeznek saját protosárkányokkal. Az egyiket biztosan ismered, ez a hüdra. Ugye nem meglepő a tény, hogy ha a görögök csináltak valamit, azt a rómaiak igyekeztek átvenni. Tehát magától értetődik, hogy átvették a drakont is. Megszületik a görög drakon latin megfelelője, a drakó. A római sárkánykultusz érdemben a hadsereget befolyásolta. Ugyanis az időszámítás utáni második századtól kezdve minden egyes római kohorsznak volt egy saját drakója. Az ember, aki a kohorszok drakóját hordozta, a drakonárius. A drakó az egy amolyan jelvény, de ennek volt egy sokkal praktikusabb vonatkoztatása is. Példának okáért a lovasíjászok használták, mégpedig arra, hogy megfigyeljék, merre fúj a szél. Na és akkor, sárkányölő Szent György. Megtörtént, odament és megölte a sárkányt. A sárkány megölése az annyira nem fontos, de ami nagyon lényeges az az, hogy miért ölte meg. Van egy őskeresztény mű, aminek az a címe, hogy a Jelenések könyve. Ebből mindenképpen idézni kell egy kicsit. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki az egész világot tévútra vezeti. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Megragadta a sárkányt, az ős kígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Ha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy a nyugati sárkányok miért lettek gonoszak, ezért. A keresztény mitológiában a sárkány az ördög szinonimája. Itt ugye mindenképpen meg kell említeni Drakulát, aki eredetileg úgy szerepelt, mint a sárkány fia, aztán lett az ördög fia. A farkas embereknél már megbeszéltük, hogy ha valakit vagy valamit párhuzamba állítanak az ördöggel, annak vége. Tehát ettől a pillanattól fogva az történik, hogy a nyugati sárkányok létezésének egy és csak is egy értelme van. Az, hogy valaki megölje. Ez viszont nem minden esetben igaz, ugyanis a középkori emberek fejében elkezdett gyökeret verni egy gondolat, miszerint a sárkány, mint anyag hasznos lehet. Nem tudom, hogy hallottál-e már a sárkánykőről, de ha még nem, akkor most fogsz. Sevillai Izidor, akit később szenté avattak, írt egy nagyon érdekes könyvet, aminek a címe a kövekről és fémekről. Ebben a műben nagyon szépen kifejti, hogy mi az a sárkánykő. Azt sárkányagyból nyerik, ám csak akkor lesz belőle drága kő, ha élő állatból metszik ki. Ezért vágják le a varázslók az alvó sárkányok fejét. Akik bemerészkednek a sárkányodukba, preparált magot szórnak ott szét, hogy elaltassák a vadakat, s amint azok álomba zuhannak, levágják a fejüket és kitépik a drága köveket. Azoknak a gyógyszereknek a száma, amikhez sárkány fogat, fejet, belet, szívet, szemet, farkat és egyebeket kell szerezni, meglehetősen nagy. A középkori sárkányvadászokat már nem csak a színtiszta gyűlölet, hanem a haszonszerzés is motiválta. Ez a kettő egy rendkívül félelmetes kombináció, ugyanis ha szemügyre veszed az indiánok kiirtásának miértjét, az okok ugyanezek. Papírra vetnek két új művet. Az egyik az első angol nyelvű eposz, Beowulf, a másik a konkrét skandináv mitológia. Beowulf egyik ellenfele egy sárkány. A lényege az, hogy az akkor még nem hősünk megöli, majd hőssé válik. A skandináv mitológiában legalább három sárkány létezik, Nidhögg, Jörmungand, illetve Fafnir, akik mindannyian gonoszak, viszont nagyon izgalmas, hogy Nidhögg az egyetlen, akit nem öl meg senki. Apró érdekesség, itt van nekünk Arthur király. Ő maga jelen pillanatban teljesen lényegtelen, viszont az apja az lényeges. Arthur király apját úgy hívták, hogy Uther Pendragon. A neve szó szerint azt jelenti, hogy Uther a fő sárkány. A sárkányok felfedezése, habár elszórtan, de valódi tudományos munkának tűnt. Volt egy úriember, akiről biztosan hallottál már, úgy hívták, hogy Marco Polo. Marco nagyon szeretett utazni, illetve az utazása során jegyzeteket készíteni. Ebben a tartományban olyan hatalmas kígyók tenyésznek, hogy megrémül, aki látja őket, és megborzad, aki hall róluk. Elmesélem, milyen hosszúak és milyen nagyok. Állítom, hogy némelyik 10 lépés hosszúra is megnő,
Egyik nagyobb, másik kisebb. Hordónyi vastagok, mert a nagyobbak kerülete 10 tenyér is megvan. Fejüknél 2 talpuk nő, de nincs ujjas lábuk, csupán karmaik, egy nagyobb és 2 kisebb, mint a sólyomnak vagy az oroszlánnak. A fejük igen nagy, a szemük pedig világít, és nagyobb, mint egy jókora cipó. A szájuk olyan széles, hogy egészben le tudnak nyelni egy embert, és tele van hegyes fogakkal. Röviden, olyan rémítőek és szörnyen csúnyák, hogy ember és állat félelmében egyformán megdermed előttük. Na most, az a lény, amit Marco Polo leír, nem létezik. Viszont az, ami létezik, és majdnem minden kritériumnak megfelel, az a krokodil. Ne vegyél rám mérget, de Marco Polo krokodilokat látott. Ha ez nem lenne elég tudományos, itt van egy kis hazai. Erdélyben vannak barlangok, amelyekben sok érintetlenül maradt sárkánykoponya és csont található. Nem lehet pontosan tudni, honnan és hogyan kerültek ide ezek a szörnyek. Kiváltképpen azért, mert azon a vidéken ilyenfajta állatok nem élnek. Néhányan úgy tartják, hogy az özönvíz idején Afrikából vagy máshonnan, ahol sárkányok élnek, a kiáradó víz sodrásával kerültek ide ezek a testek. Egy sárkányfejet pedig ajándékba kaptam, amit részben a dolog hitelére, részben emlékére megőrzök, hogy honfitársaimnak megmutassam. Magyarországon a 17. század végén valódi, kézzel fogható, továbbá tudományosan megvizsgálható bizonyítékot találtak. Volt egy úriember, akit úgy hívtak, hogy Hein Péter. Hein kíváncsi lélek volt, meg nem mellesleg ő is elolvasta az előbb hallott irományt. Az történt, hogy 1671-ben Péter nekilátott, hogy felkeresse ezeket a sárkánycsontokat. Talált egy parasztembert, akitől megvett egy 1/2 méter hosszú koponyát. Ezt a koponyát egy levél kíséretében abban a pillanatban elküldte egy német kollégájának. A Dunajec partján nyílik a hosszú barlang. Rengeteg csont van benne, s valamennyi cseppkő fedi. Akik arrafelé juhot legeltettek nyáron, erősen bizonygatják, hogy a Kárpátok barlangjai tele vannak csontokkal. A hatás meglehetősen nagy volt. A németországi fizikai és természettudományi ritkaságok folyóiratban megjelent egy közlemény, aminek a címe De Draconibus Carpaticis, avagy a Kárpátok sárkányairól. A közlemény megjelenését követően Hein Péter küldött még egy levelet, amiben a következőt meséli. A másik barlangot egy liptói nemes rajzolta le vázlatosan. Ez a nemes írta, hogy Ung megyében az előző évben egy eleven sárkányt láttak. A levél utolsó mondata az egészen zseniális. De veritate rei, cut concerni dracones nihil dubitandum. A sárkányok létezésében tehát nem lehet kételkedni. A kárpáti sárkányok legendája nem sokáig tartott. 1725-ben már sikeresen megcáfolták, miszerint azok a csontok biztosan nem sárkánytól származnak. Aztán 1806-ban Georges Cuvier, francia természettudós, biológus, antropológus, meg még vagy 300 másik szakterületben járt a személy, rámutatott, hogy az, amit Hein Péter sárkánycsontnak gondolt, valóban ősi, de nem sárkánytól származik. Az egykori gazdája nem más, mint az Ursus Spellaius, avagy a barlangi medve. Tehát összegezve a tényeket, valóban voltak ott csontok, amik valóban nagyobbak voltak, mint bármilyen más csont, amivel eddig találkoztak. Az a koponya, amit Hein Péter megvásárolt, valóban 1/2 méteres volt, ugyanis a barlangi medve maga piszkosul nagyra nőtt. Mindenképpen meg kell beszélni még 3 dolgot. A mérget, a tüzet, illetve a szárnyakat. A korai sárkányok többsége mérges. Mérget használtak, mint fegyvert. Ebben semmi lehengerlő nincs, ugyanis az első sárkányokat kígyókról mintázták. A kígyók többsége rendelkezik méreggel, magyarul a sárkány az nem más, mint az emberi félelem megtestesült alakja. Ugyanakkor, ha másképp értelmezzük, akkor a sárkány nem más, mint a megtestesült földi hatalom. A tűzokádást, mint jelenséget nem lehet pontosan megmagyarázni. Igazából nem is kéne, de hát ha már itt vagyunk, természetesen itt számításba kell venni egy nagyon lényeges közmondást. Miszerint úgy fél tőle, mint a tűztől. Ha konkrét példát keresünk arra, hogy honnan vették ezt az egész tűzokádás dolgot, akkor annyira nem nehéz kitalálni. Ez egy gejzír. A sajátossága az, hogy messziről úgy tűnik, mintha füstölne a föld. A legrosszabb esetben ez lehet tényleges vulkanikus füst. Azonban gyakorta csak vízgőz.
A nyugati sárkányokról tudni kell azt, hogy barlangokban laktak. Ez a történet úgy született meg, hogy látták a gejzíreket, amik ugye gőzölögtek. Tehát kézenfogható magyarázat nélkül egyértelműnek tűnt, hogy az ott egy sárkány barlangja. És akkor itt kitérhetünk arra is, hogy miért őriznek a sárkányok kincset. Kinek állt érdekében az, hogy ezeket a gejzíreket sárkánynak titulálják? A bányászoknak. Ugyanis mindaddig, amíg a többi ember azt hitte, hogy az ott egy tényleges sárkány, a bányászok teljesen nyugodtan kitermelhettek mindent. Nem volt kompetencia. A szárnyakkal kapcsolatban nem tudok semmilyen pontos információt, viszont elmondom az elméletem, aztán eldöntött, hogy tetszik-e. Először is, egészen simán megtörténhetett, hogy találtak csontokat, amik úgy néztek ki, mintha valami hatalmas, szárnyas lénytől származnának. Félreértés ne essék, meg lehet, hogy ténylegesen valamilyen szárnyas lénytől származtak. Továbbá, ha van egy szörnyetek, az sokkal félelmetesebb szárnyakkal, mint azok nélkül. Ez a sokkal félelmetesebb tényező döntő szerepet játszik. Tehát azért okát tüzet, mert gejzír, és azért őrzi a kincset, mert a sárkány legendával burkolózva a bányászok nyugodtan kitermelhették a kincseket. Azért szárnyas, mert vagy találtak olyan csontokat, vagy csak simán nem volt elég rémisztő, tehát egy kicsit megmókolták. Nem tudom, minden egyes sárkány legenda emberi mi voltát, de ezzel az elmélettel pont annyira vagyunk közel a valósághoz, amennyire csak lehet. Összességében, ha feltesszük a kérdést, hogy miért jó a sárkánynak, nem jó neki. Az egész történetben mindösszesen kettő pozitív szempontot találunk. A mesékhez kiváló alapanyag, illetve mivel soha nem léteztek, nem tudtuk őket kiirtani. Ez lényeges. Szóval ez lett volna a sárkányok története tömören. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!